tudok. Iszonyatosan sok információt kapunk, de válogatlanul sok információ él a közösségi médiában. A nyomtatott sajtot most már szerintem kevés emberhez ére, de attól függetlenül a sajtóban is, és ezt az információ tömeget nem feltétlenül tanuljuk meg, hogy kellene megszűrnünk. És emellett az, hogy ugyanolyan szinten megkapod azt, hogy a sztárok életét, illetve az, hogy amúgy meg ki van száradva egy tó medre, vagy hogy mennyi pénzt költenek arra, hogy a Velencei tó mellett építkeznek, és azzal a pénzben amúgy a Velencei tón is tudnánk, vagy tavon is tudnánk segíteni, az már egy elenyésző információ. Szóval igen, szóval, hogy túl sok, amit kapunk, lehet, hogy megfog, de annyira nem törődünk már vele. Biztos sokat segítesz, hogy ne eljött a zuhany alatt, zárd el a vizet, ami mosogat, STB. De amúgy őszintén fogalmam sincs erre, de vannak nagy emberek, akikre hallgatni kellene, és mondjuk, hogy ők felhívják a figyelmet arra, hogy probléma van, és ők erre amúgy tudnak leadni egy tervezetet, hogy mivel tudnának ezen segíteni, akkor inkább támogatni kellene. Úgy, mint a Velencei tónál, hogy támogatni kellene az, hogy akarják megóvni a vizet, és nem pedig évek óta csak így jó, majd lesz valami. Majd adunk rá pénzt, majd lesz valami. Szóval, hogy nem tudom, jobban kellene szeretnünk, vagy értékelnünk? Inkább azt, hogy mindent jobban kellene értékelnünk, és nem olyan hétköznapi dolognak lenni, hogy ez van, mert holnap nem lesz. Tudod, ezek ilyen, már ilyen skifibe illő jelenetek, hogy ez a régen, amikor tudod, voltak tavak. De minden ilyen skifi filmben úgy van, hogy ilyen többi, számunkra több ízű dolgokra emlékeznek vissza. És már lassan elkezdünk érni egy skifi filmet, hogy ilyen több ízű dolgokra emlékszünk vissza, ami igazából, nem tudom, még gyerekkorunkban volt, de ma már nincs. Mint például a hó. Mikor látsz Budapesten havat, olyan igazi. De amúgy szerintem most már vidéken, és én tökre emlékszem, hogy pedig, ami nem vagyok idős, de hogy anyáméknál vidéken ilyen, nem tudom, kicsiként ilyen simán be lehetett ugrani a hóba, és így elsüllyedtél, és most már így ott sincs. Hát amikor felhőtlenül játszol az óviba, akkor nem arra gondolsz, hogy majd felnőttként mennyi mindennel kell szembesülned, mert akkor egy olyan kis negédes kis buborékba vagy benne, amikor így nem is gondolkozol azon, hogy így ez probléma. És érted, az én illusztrációm is ott fut a kisány, és ő már rég benne volt abban a mederben, és neki nem jutott eszébe, hogy ez probléma lenne, hogy amúgy itt nincsen víz. Max lenyomhatott utána egy hisztit, hogy már pedig itt kellett volna lennie. De miközben ott vannak a felnőtt emberek, nem most már felelősséget kell vállalniuk, és látniuk kell, hogy már pedig ezzel nekik kell foglalkozniuk.